Köszöntöm itt a stúdióban, nagyon örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó reggelt kívánok! Ugye kikerülhetetlen a téma, a Schmidt ügy, az, ez Schmidt párról szól? Tehát jól mondjuk? Nem. Legkevésbé sem. Hanem? A magyar közéletről szól, a politikai erkölcsökről szól, a mai politikai térről szól, mit lehet megcsinálni velünk magyar állampolgárokkal, és a válasz nagyjából az, hogy mindent. Még mindig azt gondolja, hogy mindent. Az, ahogy végül a SOTE szenátusa döntött, az végül is sokak szerint egyfajta fordulópont, nem? Hát ugye az, aki éppen benne él egy történelmi változás, vagy történelmi pillanatban, az nagyon nehezen tudja leírni, hogy mi történt, kinek az engedélyével, saját iniciatívával. Itt ezer forgatókönyv száldogál a levegőben, nem ismerem ki magam. Kétségtelen, hogy csütörtök délután, amikor mint egy varázsütésre elkezdtek megjelenni a jobboldali sajtóban, a jobboldali tudományos elitben, és politikai elitben azok a hangok, hogy Schmidt Pálnak le kell mondani, akkor hát az a régi reflex indult be bennem, még a Kádár korszakból, hogy ez a legfelsőbb engedélyhez volt kötve. Ma ez elbizonytalanodott, de az is lehet, hogy volt ott valami legfelsőbb engedély, vagy annak véltek egy partizán akciót, bárhogy is történt olyan, hogy ugyanabban az időben világosodik meg a professzorok Batthyány köre, a Magyar Nemzet, a Heti Válasz, amely egy nappal ezelőtt ugyanolyan tartalmú cikket még levétetett, majd megírta a főszerkesztő, aki levette ugyanazzal a tartalommal. Hát ez egy gyanús összhang vagy összehangzás. Van egy olyan értelmezés is, és én ennek persze mindig ellenállok, de mivel ön ül itt, ezért hadosszom, hogy végre a tudomány visszavághat. Szóval, hogy annyi megaláztatás érte az elmúlt másfél-két évben a tudományos életet, a kulturális életet ez alatt a kormány alatt, hogy most tulajdonképpen egyenlíthet ebben a történetben. Biztos, hogy nincs ilyen ebben a dologban, de az, hogy lehet ez egy ilyen utolsó csepp, amikor tényleg, ha még ezt is lenyeli a tudományos elit Magyarországon, akkor tulajdonképpen tényleg akár ki is teheti a megszíntáblát, mert innentől kezdve nincs értelme, miről beszélni. Igen, ezt most visszamenőleg értelmezhető így, de amik történtek a dolgok, ugye a múlt hét végének az a nagyon turbulens időszakában addig, nem feltétlenül éreztük így, hiszen először is megjelent a bizottságnak az értelmezése, amely úgy óvakodott a plágium szó kimondásával, miközben azt, amit tartalmazott, az természetesen azt jelenti, mint ördög a tömjénfüsttől, majd, tehát ezt ma lehet úgy értelmezni, hogy adtak egy lehetőséget egy elegánsabb visszavonulásra, majd utána következett az egyetemnek az akciója, vagy erős igyekezete saját autonómiájának felfüggesztésére, amennyiben a kormányzatra kívánta bízni a nehéz döntés meghozatalát. A kormány, ugye Réthei miniszter úr személyében ezt elutasította, olvasatlanul küldte vissza az ezer valahány oldalt, és ezután kényszerült rá az egyetem, hogy már a középkor ideje óta fennálló egyetemi autonómia nevében cselekedjék, de mint látjuk, a rektor úr még most is nagyon sértetnek érzi magát, hogy ezt az autonómiát nem függesztették fel. Ugyanakkor a rektor lemondását egy nagyon jelentős esemény. Igen, éppen ezt akartam kérdezni öntől, az egy fontos jelzés volt, és valószínűleg igaza is lehet abban a tekintetben, hogy ebben a nagyon szomorú játékban ő joggal gondolhatja azt, hogy a személye most már tehertétel. Tehát, hogy a hatalom oldaláról van egy indulat a SOTE-val szemben. Ez lehetséges, ennek a belügyeit, részleteit egyáltalán nem látom át, de ami kétségtelen, ami látunk szintén a múlt hét vége óta, az, hogy ebben az ügyben, miközben a magyar állam teljes jogfosztása,
a fékek és ellensúlyok megsemmisítése, az Alkotmánybíróság eljelentéktelenítése, és egyáltalán mindaz, ami a liberális demokratikus jogállamot jelenti, annak a megszüntetése, nem verte ki a biztosítékot a jobboldali értelmiségben. Ez az eset, talán mert olyan tiszta és egyszerű, ez eszemmel láthatólag kiverte, tehát egymás után jelennek meg mértékadó jobboldali személyiségek részéről, illetve fiatal jobboldali értelmiség részéről az elképedésnek, a felháborodásnak és még a tiltakozásnak a hangja is. Miért lehet ezt az ügyet? Ugye kétfajta értelmezése van, az egyik úgy szól, hogy ez, és valószínűleg ebben reménykedhet Orbán Viktor, hogyha valóban igazat kell adnunk annak a magyarázatnak, miszerint ő tartja még a pozíciójában Schmidt-Pált, hogy ez egy ilyen értelmiségi ügy, amit mások nem értenek meg. Én ezt egyébként kétlem, én egyszerűen nagyon personalizálható, mert hogy emberhez köthető, az az ember az fontos. Nagyon egyszerűen lefordítható, ugye itt egy lopásról van szó. És ezek a történetek, ezek gyilkosak tudnak lenni, tehát én nem hiszem, hogy ez csak a mi ügyünk az értelmiségi diskurzusban marad. Vittem a gyereket az iskolába, az általános iskolába, és tényleg mindenki erről beszélt meg. Hát ugye viccek születnek róla, tehát hihetetlen, hogy mennyit humorkodnak az egészen. Hát lehet, hogy itt valóban csak a széles értelemben vett értelmiség az, aki világosan átlátja azt az egyszerű képletet, hogy egy tudományos munkát nem lehet úgy végezni, nem lehet úgy egy tudományos fokozatot, még a legkisebbet sem szerezni, hogy 90-valahány százalékát ennek a szövegének másolják másoktól. Ez valóban nagyon egyszerű, de lehet, hogy mégsem olyan egyszerű, hogy mindenki megértse, különösen akkor nem, ha a úgynevezett mikrofonálványok a állami rádióban és televízióban ezeket a releváns kérdéseket nem teszik fel. Tehát az, hogy Oberszowski Péter, fáj ezt a nevet kimondanom, ugyanis ez a név egy 56-os hősnek a neve, akit halálra ítéltek, majd a nemzetközi tiltakozás hatására, ugye az illető édesapjáról van szó, majd a nemzetközi tiltakozás mentette meg. Most a fiát eléri a nemzetközi közröhely, ugye az Economistban, vagy hol lehetett, blogjában lehetett részleteket olvasni az ő kérdésfeltevéséről, ahol az elementárisan evidens kérdéseket nem teszi fel. Mi az összefüggés az ilyen és ilyen mű és az önműve között? Arra azért kíváncsi vagyok, hogy a saját szakmában, mert azt látom, hogy ez nagyon megkavarta most jobbról-balról is az újságíróknak a lelkét, mármint ez a teljesítmény, hogy ez például elindíthat-e valami hasonló fajta erjedést, mint amilyet másoknál, mondjuk akár a tudományban, vagy a tudományos életben ez az ügy kavarhat. Ön mit gondol erre? Hát ez nagyon fontos volna, és nagyon érdekes volna. Ez valóban, ugye, egy úgynevezett jobboldali fiatal újságíró, akinek a cikkét levették az egyik nap, és mint említettem, ugyanolyan tartalommal megírta a főszerkesztője a cikket, amely aztán ott maradt. Nos, ez egy javaslatot tett, nevezetesen azt, hogy írja meg a PhD-jét most már tisztességes körülmények között az elnök úr. És mit tesz Isten? Schmidt-Pál az első televíziós interjújában megfogadta ezt, átvette, mint egy PR javaslatot, vagy nem. Bár ne tette volna, hogyha jól értem. Azért PhD-t írni nem olyan egyszerű. Jó, hát ez világosan mutatja, hogy semmiben nem ért semmit. Ugye tulajdonképpen ugye az első kérdése az volt, hogy Schmidt ügy-e ez. Azért mondtam, hogy nem, mert ugye azt mindenki tudta, amikor Schmidt államelnök lett, hogy a miniszterelnök kiválasztott egy Jampecet, akinek soha semmilyen politikai önálló teljesítménye nem volt. Volt egy szép sport teljesítménye, ezt senki nem vitatja. Kiválasztotta, hogy annak akkor Boros miniszterelnök úr mondta, mert mint volt miniszterelnök úr, egy fes embert, kiválasztott egy aláírógépet, ugye?
Most fizet ezért, mert kihullott egy szkeleton, kihullott egy csontváz a szekrényből. És ugye itt két dolog történik. Először is azzal, hogy ez kibukott, ezzel világossá vált, hogy ez az ember nem tisztességes. Azzal, ahogy védi magát, azzal viszont az derül ki, hogy ostoba, hülye. Ugye? Egyszerűen világos, hogy nem érti meg, hogy miről van szó. Képtelen felfogni, hogy miről van szó. Ahogy nézem ezeket az interjúkat, azt látom, hogy egyre inkább elhiszi. Elhiszi, hogy ezt ő írta, elhiszi, hogy ez az ő munkája volt, elhiszi, hogy férfi munka volt. Nevetséges. Radnóczy Sándor egyetemi tanár, irodalomtörténész a vendégünk, és a Schmidt ügyről beszélgettünk. Van ennek a történetnek jó néhány olyan elágazása vagy értelmezési mező kapcsolódik hozzá, amiről szerintem érdemes beszélnünk. Az egyik, nagyon sokan félnek attól, hogy a tudomány és politika viszonyában ez az ügy valamilyen nagyon pervers végkifejlet felé halad. Ugye erről lehetett is olvasni, talán az Indexen jelent meg, hogy bizonyos kormányközeli vagy Fideszen belül felvetődött annak a lehetősége is, hogy ezt az egész ügyet úgy lehet hatástalanítani politikai szempontból, hogyha most nekiesnek az összes ilyen tudományos fokozatnak is megvizsgálják őket, mármint, hogy van-e valóban teljesítmény mögötte. Abból az alapfeltevésből nyilván, hogy hát, hogyha sokat kurkásznak, akkor előbb-utóbb találnak még ilyeneket. Mit gondol erről? Én ezt nagyon-nagyon súlyos dolognak tartanám. Igen, azt én is tapasztalom, méghozzá érdekes módon jobb és baloldalról egyaránt, hogy miközben elítélik ezt a magatartást, ugyanakkor azt is mondják, nem feltétlen mentegetve az elkövetőt, hogy ez úzus volt akkoriban. Ugye például ez a rendező, aki gonosz merénynek nevezte a dolgot, azt mondta, hogy mindenki... Igen, igen. Hogy akkoriban így. Ez volt a szokás. Mindig csinálják, ugye? Na most ez abszurdum. Az igaz, hogy a Kádár korszakban, ez már nem a Kádár korszakban született disszertáció 92-es. Volt, 92-es. De az igaz, hogy a Kádár korszakban elképzelhető volt, hogy funkcionáriusok felesége, vagy hozzátartozója, úgynevezett fontos emberek, és hát kétségkívül Schmidt Pál is ilyen volt, az könnyített módon kapjon ilyen fokozatot, például úgy, hogy megírja neki valaki. Nekem egyébként meggyőződésem megírta neki valaki, és azt követte el ezt a disznóságot, hogy lopott, és Schmidt Pál épp úgy most tudta meg, hogy milyen állapotban van az ő disszertációja, mint mi. Ami persze semmit nem ment, akkor nem plagizált, hanem hamisított, vagy vásárolt disszertációt, vagy pedig megkapta szívességből, amelyet szívességekkel viszonozhatott, hiszen abban a pozícióban volt, hogy viszonozhatott. Tehát ez lehetséges. Az, hogy a doktori disszertációk rendszeresen így születtek volna, az viszont teljesen lehetetlen. Ez teljesen lehetetlen, voltak egyenlők és egyenlőbbek, az egyenlőbbekkel talán ez megtörtént, ki lehet néhány ilyen dolgot mutatni elvégre, nagyobb és jelentősebb emberekkel is megtörtént ez. Érdekes, hogy a magyar sajtó nem csinált összeállítást a híres plagizálásokból, ajánlanám figyelmükbe Martin Luther Kinget, aki hát halála után és nagyon nemes és dicső élete után sok-sok évtizeddel a 90-es évek közepén derült ki, hogy a doktori disszertációját, amit egy Tillich nevű teológusnak a Jézus fogalmáról szólt, az bizony nagyon jelentős mértékben vette át más kutatásból, és ugyan doktori fokozatától posztumusz módon nem fosztották meg, de ma a Chicagói könyvtárban ez a kézirat úgy olvasható, hogy bele van téve egy lap, hogy melyek azok a részek, amelyek nem a Martin Luther King saját munkái. Úgyhogy jelentősebb emberekkel is előfordul ilyesmi. Most visszatérve az ön kérdésére, azt gondolom, hogy el lehet kezdeni ebben az értelemben természetesen egy boszorkányüldözést, de semmivel nem mentesíti. Tehát ugye ez az a
erkölcsi relativizmus, ami már akkor elkezdődött, amikor Csurka István közönsége azt mondta, hogy nem baj, Pista. Ami nem baj, hogy kiderült rólad, hogy aláírtad a besúgó nyilatkozatot. Nem baj, Pista. Most a nem baj, Pali van soron.